2018. szeptember 8-án szombaton a Csete Balázs általános iskola udvarán másodjára került megrendezésre a Jászkíséri Polgárőrség családi napja. Az eseményt egy főzőversennyel fűszerezték fel a szervezők, de a kilátogatók számos más programmal is eltölthették ezt a délelőttöt. A rendezvényt Lukácsi György polgármester nyitotta meg. Jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Én úgy gondolom, hogy a nap folyamán kiváló programok lesznek. Én már a egy-két bográcsba bele is néztem, és biztos vagyok benne, hogy amikor elkészülnek az ételek, azok olyanok lesznek, hogy a zsűri, ahogy szokás mondani, nehéz helyzetben lesz. Illetve hát egyéb olyan programok is vannak, ami úgy gondolom, hogy egész napos itt töltést és kellemes időtöltést fog mindenkinek okozni. Én mindenkinek jó szórakozást, jó kikapcsolódást, jó időt, jó beszélgetést, együttlétet kívánok mindenkinek, ezzel a rendezvényt megnyitom. Köszönjük szépen! A megnyitót követően fakanalakat ragadtak a csapatok, és belevetették magukat a gulyásfőzés művészetébe. Őket kérdeztük arról, hogy mi mindent vetnek be a győzelem érdekében. Úgy látom, nagyon szépen rotyog már itt az evéd. Megteszik volna, hogy pontosan mi főít ebbe a bográcsban? Hát azt mondja, hogy ez ilyen csülök, meg köröm, meg hát van benne ilyen, hogy lapocka, meg utána bab megy hozzá, úgyhogy babgulyás készül. Valamilyen speciális receptje van önnek ehhez? Hát én a hagyományos fűszereket szoktam használni, csak bors, köménymag, hagyma, pirított hagyma, paprika, meg paradicsom. Meg az a jó, úgy fölnek ki az ízek, hogyha szép lassan föl, nem bugyogtatjuk, hanem csak épp, hogy forjon. Melyik csapatot erősítetek ezen a főzőversenyen? Jászapáti polgárőrségtől jöttünk át a társszervezet kérésére. És mit főztök, mivel kész? Hát egy marha pörköltel próbálkozunk, reméljük sikerül majd összehozni belőle valamit. Jászkísérrel, mint polgárőrök, milyen viszonyban vagytok, mennyire van összhang a két város között? Nagyon jó a viszonyunk Áronékkal, szoktunk segíteni egymáson, mi is jövünk át, ők is jönnek át, hogyha olyan rendezvény van, úgyhogy nagyon jó baráti a viszonyunk velük. Korábban már beszéltük, azt mondta, hogy nagyon különleges az a bogrács, elmondaná még egyszer, hogy miért? Hát ez a bogrács ez azért különleges, mert ez egy sörös hordó lett elvágva, ami átlett. A lényeg az, hogy rozsdamentes acélból van. Nagyon könnyű a karbantartása, tisztítása, azért lett döntve, hogy levágunk egy hordót. És pontosan milyen étel fő most itt? Hát babgulyást főzem. Bab nélkül, mondjuk rá nálam ez kicsikét szokatlan, mert én vajdasági magyar vagyok, és akkor nálunk olyan nincs, hogy babgulyás, bab nélkül, mert a babgulyás az sűrített babbal működik, ez itt másképp van. Kihívás számomra is, mert így még nem főztem. És van valami speciális recept, vagy hozzá valamit esetleg alkalmaz? Hát, amit én különlegesen hozzátettem, az a pasternák. Különben a többi az minden hagyományos, bors, paprika, fokhagyma, semmi különleges. A pasterna az, ami hogy is hívják különlegesen hozzá meg. Van rivalizálás itt a különböző szervezetek között? Természetesen mindenki szeretne elsőni, az is háborogtunk, mikor bejelentették, hogy a polgárőrség vezetője benne van a zsűriben, hogy óvást fogunk bejelenteni, ha nem mi nyerünk. És mivel készülnek, mivel próbálják megnyerni ezt a versenyt? Hát nagyon finom, régi kipróbált receptünk van, tüzes babgulyás. És akkor tehát ez saját fejlesztés? Saját fejlesztés, és mindig finomodik, úgyhogy már nyertünk vele több díjat. Általában a fő elismerése mindig a főzésünknek az, hogy kiürül a bogrács. Melyik csapatot erősítetek ezen a főzőversenyen? Konyha ördögei, mert a két fiatal az, hogy mindig a konyhában van, mindig főzőcskéznek. Elneveztem őket konyha ördögének. Megvan az ők receptjük, amit még nekem sem mondanak el. Tehát akkor rajtuk múlik itt a siker? Itt minden most csak a két fiatalasszonyon múlik. Amíg a fiatalasszonyok, férfiak és urak a siker megszerzésén fáradoztak, addig azoknak sem kellett unatkozniuk, akik nem főzni jöttek ki a családi napra. Az udvart körbejárva számos érdekes programba botlottunk, úgy mint a gépkiállítás, kézművesség, íjászat, kresszpálya és sakkbajnokság. A kiállítók között megtaláltuk a Csete Balázs honismerett szakkör játszóházi csoportjának képviselőit, a Jászkíséri Jazigesz IS Egyesületet és a mezőgazdasági és géptörténeti magángyűjteményt is. Milyen gépet láthatunk itt a háttérben dolgozni?
Hát elmondom, ez a motor, amit hajt, ez egy fűrészlap reszelő gép. A fűrészlapról azt kell tudni, hogy a szalagfűrész, amivel vágják a fát tulajdonképpen a üzételeken, azon van egy lap, és ez a gép reszeli meg, hogy a lap maga éles legyen. A reszelőgépet egy 1934-ben gyártó stabil motoroska hajtja, egy Deutz, osztrák gyártmány, négy lőerős stabil motor. Maga a reszelőgép pedig a 40-es években készült, egy Hollandiába vásárolt kézi hajtású eszköz volt, amit én saját magam alakítottam már gépi hajtásúra. Ugye nagy segítség volt a gazdának, mert mivel, mint ahogy mondtam, egy kézihajtású gép volt, és innentől kezdve gépesítve van, tehát nyugodtan magára lehetett hagyni, és a lapot megélezte. És utána a fát ugyanúgy vághatta a tüzéptelepen. A mezőgazdasági eszköz és géptörténeti magángyűjteményt működtetek Jászkíséren, és ebben a gyűjteményben több mint 300 darab ilyen eszköz található, ami stabil motor, és az általa meghajtott eszközök, mint kézi eszközök és dokumentumok találhatók, és ezeket alkalmi kiállításokon próbálom a közönségnek bemutatni. Maga a gyűjtemény szabadon és ingyenesen látogatható Jászkíséren, egy kis reklámot is csinálok magamnak ebben természetesen, és bárkit nagyon nagy szeretettel várunk, hogy a gyűjteményt megtekintse. És pontosan Jászkíséren belül hol található? Jászkíséren, mint ahogy mondtam, a mezőgazdasági géptörténeti magángyűjteménye, Bem utca 29 szám alatt található, és mint ahogy mondtam, bárki által előzetes bejelentkezés után, mert én a munkahelyen dolgozok, bármikor szabadon és ingyenesen, még egyszer ki, ingyenesen látogatható. Megkérdezhetem, hogy pontosan mi készül itt? Hát itt újságpapírból veszőt csinálunk, és a hagyományos kosárfonásnak a technikájával készítünk ilyen kis, hát ki minek fogja használni, magasabb, a toltartónak, bárminek, és próbáljuk a gyerekekkel megtanítani végül is a veszővel való, vagy hát nem veszővel fonunk papírral, de a technika ugyanaz, és a gyerek ezt a könnyű kis papírt könnyebben tudja hajtogatni. És ha később kedve van, akkor veszőből is lehet készíteni. És a gyerekeknek így délután tartanak foglalkozást esetleg ilyenekkel? Így rendezvényekre szoktunk járni, meg itt Jászkíséren a nagyközségi könyvtárba szoktunk úgy délutánonként. Majd mikor megkezdődik az iskola, akkor hetente egy alkalommal. De ez nem állandó jelleggel van, hanem hát attól függ, mikor van rá igény. Hát nagyon szép kukoricából készült babákat, tarisznyákat, egy virágot is látunk itt. Meg tetszik mondani, hogy hogyan készülnek ezek pontosan? Igen, a kukorica csutkákat, azokat kapom, és az anyagokat is, a jó szomszédok, meg a jó ismerősök, meg a jó főnök asszonyom összeszedi, és akkor nekem ide adja. Én meg tudok varni, és akkor vagy tarisznyákat varrok, zsinort teszek rá, vagy kis papucsokat, amit kulcstartónak is lehet használni, és akkor így eltelik rajtunk az idő. Másoktól hallottam, hogy gyerekekkel is foglalkoznak, nekik tanítják ezeket. Ön is részese ennek a... Nem, annyira nem. Ha jönnek gyerekek, akkor van félkész csutkám, és akkor azokat felöltöztetik a gyerekek, és örülnek, hogy ezt ők csinálják. Milyen ijakkal lőhetnek azok, akik itt ki szeretnék próbálni az ijeszkodást? Üdvözlök mindenkit! Itt kassai ijakkal, daridaijjal és fejes gyulaijakat használunk. Egy hagyományőrzés miatt csak laminált és gyantás ijakat használunk. Mire kell számítani annak, aki esetleg bele akarna vágni az ijeszetbe? Mindig azt mondjuk, hogy először jöjjenek el hozzánk, itt a különböző íjgyártóknak az íjait próbálják ki húzáshosszra, fronterőre, hogy melyik fekszik neki a legjobban, és amikor úgy érzi, hogy amelyik a legjobb, tehát a legjobb pontot érje el vele, vagy legjobban tetszik neki, utána vásároljon íjat. Tehát mindig azt ajánlom, hogy először itt, mivel van több így gyártó is, típusra is íjak, először próbálják ki, és utána vásároljon íjat. És hol találhatják meg önöket? Mi 12 éve alakítottuk meg, vagy alapítottuk a Jászkíséri Jazzikesz Íjás az Egyesületet, jövő februárban lesz 12 éve, és hát igazából bármelyik tagunkat, ha megkeresnek, vagy engem személyesen, akkor tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy ki tudják próbálni az íjakat. Városi rendezvényeken szinte mindig ott vagyunk, környező településeken pedig a íjászversenyeken, ilyen mint Abonytól Besenyszögig járunk el versenyezni. Látjuk, hogy a főzőverseny mellett a sakkozásnak is szentelnek. Ki szervezte ezt a sakkbajnokságot? A bajnokságot azt én szerveztem, és a sakkot
biztosította nekünk a Jászkíséri Művelődési Ház, Balogh György igazgató adta kölcsön az órákat és a sakkészleteket. Úgyhogy én meg voltam ilyen, aki elvállalta és levezeti a sakkversenyt. Tehát akkor itt konkrét verseny folyik, nem csupán szórakozásból játszani? Igen, itt díjazott verseny lesz, és olyan versenyzők vannak, akik imádnak sakkozni, és emellett jól is játszanak. Izgalmas mérkőzés folyik pont most éppen. És milyen díjakra számíthatnak a versenyzők? Mivel felnőtt versenyzők vannak, bor, oklevél, és ez a mai díj. A programok körbejárása után rendesen megéhezett az ember, de a levegőben terjengő finom illatok már jelezték, hogy elkészült az ebéd. Nem is volt más hátra, mint kóstolni, majd eredményt hirdetni. Kérlek szépen, polgármester úr, gyere, és akkor osszuk ki az okleveleket és a díjakat. Van egy külön díjunk, azzal kezdjük. Akkor szeretnénk átadni a Jászapáti polgárőrségnek a külön díjat, mivel hogy ők pörköltet készítettek, ami nem probléma egyáltalán, mert nagyon finom volt, marha pörkölt. Úgyhogy gratulálunk. Gratulálunk. Harmadik helyezett lett a Városvédő Polgárőr Egyesület. Második helyezett lett az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Szintén egy nagyon finom és tartalmas és ízlésesen tálalt gulyással. Első helyezett pedig Holló Béla lett. Gratulálunk! Minden csapatnak gratulálunk, és köszönjük azt, hogy itt töltötték a szabad idejüket, és mindenféle finomsággal elláttak minket, illetve ellátnak minket. További jó szórakozást kívánok! Majd a fénypontra is sor kerül a tombola húzásra. Akkor most bejelentem a sakkversenynek az eredményét. Harmadik helyezést ért el Tóth László. Második helyezett lett Molnár György tanár úr, aki az egész rendezvényt szervezte, a sakkversenyt. Kiderült, hogy méltó ellenfelére akadt, mert igen. Bokor Mihály versenyeken is indult. Hát ezt mi nem tudtuk róla, illetve nem igaz, hogy nem tudtuk róla, de már úgy a múlt homályába veszett, tehát akkor most kihirdetem az első helyezettet, Bokor Mihály, a Jászkíséri Kertkultúra Egyesület oszlopos tagja. Első díjas lett a sakkversenyen. Gratulálunk! A nap végeztével a szervezők értékelték a jól sikerült eseményt. Olyan minőségben zajlott le, és olyan csapatokkal együtt, akikkel nem is számítottunk, én úgy gondolom, és titeket is beleértve, mint rendező társak, hogy ez egy felejthetetlen nap a számunkra. Köszönöm! Én úgy érzem, hogy azért voltak rendesen, jól érezték magukat mindenki, megtettünk mindent érte, úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki támogatott, az összes támogatónknak. Én összességében úgy értékelem, hogy jó rendezvény volt, színvonalas volt, sok lehetőség volt arra, hogy kipróbálják magukat az emberek, például a sakkverseny, a főzés, az is igen szerencsés volt. Itt volt a kresszpályánk, itt volt a sok gép, a Pannonia, illetve Danuvia motorok, Pannonia, bocsánat, Csepel motor is volt, az élező, amit Farkas Laci készített, és hál' Istennek azért sokan akadtak a településen olyanok, akik szívesen segítettek bennünket tombolatárgyakkal, illetve szerencsés volt a tombola, mert hogy igen, szép bevételre tettünk szert, ami nem lényegtelen a további működésünk szempontjából. Milyen célra lesz az felhasználva főként?
Az az igazság, hogy a járőrözéshez kell nekünk elég sok üzemanyag, és azt hiszem, hogy arra lesz felhasználva, mert arra kevés, hogy a ruházatunkat kiegészítsük, de ez is nagy segítség lesz, hogy legalább akkor az üzemanyagba bele tudunk szállni vele.